Éjt epizódunk lesz. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy pici Percy Jackson sorozatos update-et hozok, illetve hát lesz benne második Riordanos hír is, de ezt így általában egy kalap alá veszem. Kezdem azzal, ami nem egy annyira jó hír, ugyanis sajnálatos módon, aki a legutóbbi videóban pont arról beszéltem, már itt ilyen Percy Jacksonos videóban pont arról beszéltem, hogy bejelentették a két színészt, aki Zeus-t és Poseidont fogja játszani, és hát sajnos a Zeus-t játszó színész, Lance Reddick, ő elhunyt, úgyhogy hát olyan szempontból az úgymond szerencsénk van, hogy az egész első évadot már leforgatták, tehát az egész első évadban őt még látni fogjuk játszani, de gyakorlatilag a Percy Jacksonos alakítása így az utolsók között van. Sajnos. Igazából írt hozzá Rick Riordan egy egész blogbejegyzést, amiben így beszél arról, hogy milyen volt vele dolgozni, és hogy milyen nehéz lesz dolgozni azokon a jeleneteken, ugye most a post-productionben ugye vágják össze az epizódokat, és hogy milyen nehéz lesz azokon a jeleneteken dolgozni, amikben ő benne van, hiszen hát azt írja, egyrészt ugye nagyon jól játszott a Zeus-t, illetve hogy hát ugye így a folytatásokban, hogyha lesz, akkor már nem fogjuk tudni őt látni a vásznon, úgyhogy ez egy ilyen szomorú hír így az elején. Csak ezzel szemben azért vannak hát úgymond jobb hírek is a Percy Jackson univerzumban, úgyhogy inkább úgy gondoltam, hogy először essünk túl a rosszabbikon, és akkor utána fókuszálhatunk a pozitívabb dolgokra. Az egyik ilyen az, hogy ami engem annyira nem érint, az például a Nico és Will spin-off könyvnek a turnéjának a bejelentője, mert nyilván az csak Amerikában lesz, sajnos, meg eleve a két idén megjelenő új Rick Riordan kötet, mindkettő engem speciál elszomorít, mert én általában előszoktam rendelni a Rick Riordan könyveket, és ezeket is tökre előrendelném, bár a Sun and the Star-nak szerintem borzalmasan ronda borítót csináltak. Zárójeles megjegyzés. De basszus, majdnem 8000 forint a két könyv darabja. És ez most így nem, úgyhogy lehet, hogy ezeket majd csak így utólag fogom beszerezni. Na de, ami még a Percy Jackson sorozatot érinti, az az, hogy ugye ezt már meg lehet beszélve, hogy ezt most már post-productionben van, tehát már készül belőle az a változat, amit majd mi fogunk látni. Ami számomra eddig nem volt világos, az az, hogy éjt epizódunk lesz. Szóval 8 epizód lesz az első évadban. És ugye most vágják őket össze-vissza, hogy minél jobb verziót hozzanak ki belőle. Amit viszont még Rick Riordan kiírta honlapján a következő blogbejegyzésében, az az, hogy közben az írók, akik dolgoznak a Percy Jackson sorozaton, ugyan még nincsen jóváhagyva a második évad, ami ugye a Szörnyek tengerén alapulna, viszont elkezdtek dolgozni a screenplay-en. Sajnálom, nem jut eszembe hirtelen, hogy ennek mi a magyar megfelelője. Forgatókönyvem. Úgyhogy már írják a Szörnyek tengeréhez tartozó forgatókönyvet, ami izgi, és nagyon remélem, hogy lesz annyira sikeres majd a Percy Jackson sorozat, hogy meg fogjuk kapni végig a teljes sorozatot, legalább a Percy Jackson sorozatot, és akkor, ha még azon felül megkapjuk az Olympus hősét, meg a többit, akkor az már csak ilyen habatortán, leginkább a Percy Jackson sorozatot szeretném látni adaptálva. Bár igaz, hogy az Olympus hőségben sokkal több a Nico content, de megelégszek egy Percy Jackson 5 évaddal is. Aztán, hát ugye a Disney Plusnál az is hírbe volt, hogy a Daughter of the Deep című könyvét is elvileg már készülnek azzal, hogy adaptálják. Az engem egyelőre még mindig annyira nem érdekel, mert még mindig nem olvastam belőle a könyvet, bár idén hozza majd ki, azt hiszem, a KMK magyarul is, úgyhogy majd hát, ha akkor esetleg magyarul végre elolvasom. Aztán ugye a Netflixnél készül a Kane Krónikákból is adaptáció. Én már teljesen össze vagyok zavarodva, én teljesen abban a hitben voltam, hogy az animáció lesz, de ezt már lehet másik videóban is lementünk ezen a körön. A lényeg, hogy nem, live action lesz. Tehát élőszereplős lesz, viszont ott még egyelőre csak a forgatókönyvön dolgoznak szorgosan, és ez
Igen, tehát a Vörös Piramisból abból film fog konkrétan készülni. És hát elhintett egy olyan hírt is Rick Riordan, hogy a Magnus Chase sorozatból is próbálkoznak valamit dolgozni, de az összes többi adaptációval eléggé így el vannak foglalva, úgyhogy majd előbb-utóbb lehet, hogy kapunk még egy Magnus Chase sorozat adaptációt is. Úgyhogy igen, nem lustálkodnak Rick Riordanék, és hát nagyon remélem, hogy hamarosan több infónk is lesz arról, hogy pontosan mikor fog kijönni a Percy Jackson sorozat, vagy bármi infomorzsának én speciál nagyon tudnék örülni erről az egészről. Úgyhogy nagyon gyorsan ezek lettek volna a legfrissebb Rick Riordan hírek, és hát amint többet tudunk a sorozatról, jelentkezek egy újabb update-tel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!